Misi volt a név kitaláló, ő mondja. Rinkolani, hát tükörfordítás a ritmus gyarmat. És miért mondta Regi? Nagyon régóta figyeljük meg, tanulmányozzuk a Regi zenét, már akkor is, amikor még nem, már csak zenéltünk, de még nem Regi zenével foglalkoztunk, amikor rákattattunk szépen lassan. Hát most meg, hogy ezt műveljük ki hivatásként, ki hobbiként, és hát eléggé megpróbáljuk minél inkább tanulmányozni az autentikus zenéket, a jamaikai zenéket, illetve most már Európában is vannak nagyon jó követhető példaképek, illetve olyan újítások folyamatosan a regiben, amire odafigyelünk. Próbálunk így úgy igazi regi zenét csinálni, hogy lépést tartani a regi zene folyamatos fejlődésével, és így valami olyasmit csinálni, ami a miénk, tehát ami belőlünk jön, a saját zenénk, de abszolút igazi regi. Hát mi a Lacivannál voltunk a zenekarunk előtte, és akkor mi ketten alapítottuk a zenekart. A többiek meg ilyen netes hirdetésének kezdtek egy ilyesmi. Meg valaki nem, az csak én voltam csak a netes hirdetés. De Barna is. Barna is netes. Hát igen, tehát a vége fele már inkább ismerős, meg az ismerőse, meg aztán hát nem tudom, ketten, hárman, négyen voltak már a kőbányai zenesuliból. Cserélődött. Ja, igazából most se teljesen végleges a felállás, most úgy néz ki, majd még lesz perkásunk is, stb. Igazából az a jellemző kezdetektől fogva erre a zenekar, hogy van valami, van egy egész kis mag, mondjuk gyakorlatilag... Mi négyen! Tehát a zenekar első koncertje előtt fél évvel már így együtt voltunk, így négyen zenekarilag. Hát szeretjük őket, szerintem ők is szeretnek minket. Hát mindenki mindenhol szereti a jó kis pozitív nagy bulikat, szóval eddig az volt a tapasztalatunk a Regi Campen is, meg itt is, hogy tök nagy bulit lehetett itt csinálni, szóval nagyon jó arcok voltak az emberek, hatalmas parádék kerekedett, reméljük most is. Az a címe, hogy Message of INI, vagyis a mi üzenetünk. Eléggé ilyen conscious lemez lett, szóval inkább ilyen roots regik vannak rajta. Mondjuk, hogyha összehasonlítjuk a koncertjeinkkel, inkább ilyen nyugalmasabb, ilyen roots regi az egész jellege, bár van rajta dancehall meg ska szám is, de az egész dinamikájában, meg tempóban is kicsit ilyen tudatosabb, ilyen lassabb regi zene. Tehát ebben a lemezben az a legviccesebb, hogy tavaly szeptemberben kezdtük el, és idén májusban... Májusban jött ki talán? Májusban lett. Vagy júniusban jött ki? Igen. Persze, hát június 12-én volt a lemezben. Igen, akkor ott a lemezben mutató. Az összes munkára. Úgyhogy hosszú meló volt. Hát most lesz a 3 éves napi koncertünk, majd novemberben. Arra megpróbálunk minél jobban rákészülni, meg külföldi vendéget hívni. 15-én. November 15-én. Így van, Budapesten, a Dürer kertben. Szeretnénk egy kis lemezt is addig kihozni, hogyha sikerül.